Sok díjat kaptam életemben. Ez a Nemzetművész díj, ez nyilván a korona égköve, hát kár is talán erről beszélni. Különös érdekessége, hogy a legjobb tudomásom szerint ezt olyan nemzetművészei döntik el, hogy ki kapja meg, olyan Kossuth díjas építészek, nemzetművészei döntik el, akik művészeti értékek, érdemek alapján döntenek, és ezért ez még külön kedves a szívemnek. Makovecz Imrevel való kapcsolatom közel 50 éves, fél évszázados, és fölmentem Imre a szemembe, nézett, kezet fogott azt, hogy Isten hozott. Aztán akkor utána egy pár nap múlva már nála dolgoztam, továbbra is nagy szeretettel gondolok Molnár Attilára, de evidens volt, hogy a szellemi élet akkori királya, vagy az egyik királya volt Imre Ácsára, meg néhányan voltak még, akik ilyenek voltak. Ott dolgoztam utána nála egy hosszú ideig, és hát Imre egyből bedobott a mély vízbe, mondta, hogy öregem, ülj le, aztán akkor rajzolt a Sárospatakra a művelődési házat, aminek van egy nagyon érdekes motívum a közepén, mint az emberi szemek ilyen szemöldökkel. Ez elmondva egyszerűnek tűnik, irodalmira leírva egyszerűnek tűnik, ez geometriailag egy nagyon bonyolult dolog, és hát akkoriban még nem voltak számítógépek, ezt kellett rajzolnom, és hát böcsülettel meg is oldottam egy két nap alatt. Kora reggel mentem, késő estig rajzoltam, meg volt az öreg velem elégedve, és tulajdonképpen ez a mi kapcsolatunk akkor egy-két nap alatt eldőlt. Az Imre arra nevelt minket, hogy fölfele kell nőni. A növényeknek az a dolga, hogy fölfele, a nap fele, hát egy kicsit patetikusak vagyunk, az Úristen fele menjen. Hogyha nagyon picit is, de próbáljuk folytatni a teremtést abban az értelemben, hogy egy egész picit hozzá tudunk tenni ahhoz, amit kaptunk. Én ezt csinálom most ezzel a templommal, tehát nem én találom ki, hanem próbálom kibontani. Gondoljon ugye irodalmára, gondoljon arra, hogy vissza kéne állítani néhány elveszett verszakot Vörösmartiból, vagy valahonnan. Ez ilyesmi, amit én csinálok.